Hello mindenki! Előttem a Panasonic HC V270, megint nem tudom kimondani. Szóval előttem a Panasonic HC V270-es mini kamera, ez egy kis kézi camcorder, illetve a doboza, amit mindjárt kicsomagolunk, és megnézzük, hogy mi van a dobozban. Na, nézzük is! Így felétek fordítva. Hát ez. Na tehát, van benne egy kezelési utasítás és egyéb papírnyalánkságok, amit mindjárt megnézzük, hogy pont ez érdekel a legkevesebbeket, de hát kezdjük ezzel. Tehát, van benne egy magyar nyelvű kezelési kézikönyv, aminek a másik oldala cseh, lengyel, valami. Tehát két nyelvű, vagy három, teljesen mindegy, köztük a magyar, illetve ugyanez angolban, ez körülbelül olyan 35 oldalnyi szöveg. Egyébként a kezelési útmutató letölthető természetesen a hivatalos honlapról. Regisztrálj ma, senkit nem érdekel, pán-európai garancia, még egy garancia papír, illetve a magyar garancia jegy, és a lényeg pukkanós zacskóban, mindjárt meghallgatjuk. Na, pukkanós zacskóban. És egy kis porvédő zacskóban, a legkevesebb, nehogy 10 centivel hosszabb legyen, mert akkor még tele lehessen, tele, akkor még bele lehet rendesen csavarni. Szóval, maga a kis kamera, kis aprócska, ide letesszük, nem tudom mennyire látszik, vagy hol látszik egyáltalán a képen, valahol itt van elvágva. És akkor alul még van egy pár dolgunk, ami egy HDMI kábel, ahogy jól látom, igen, persze, hogy jól látom. Szóval egy HDMI kábel, aminek az egyik vége ilyen kis mini HDMI, a másik pedig egy normál HDMI vég. Ránézésre satsz kb. Olyan másfél méternyi. Aztán még egy kábel, ami sima USB és mikro USB végű, lehet, vagy 50 centi. Ennyi. Aztán még egy kábel, közben itt a sámi alattan mindjárt kiesik. Még egy kábel, ami USB vég és egy hálózati csatlakozó, ez körülbelül ilyen méteres. Nem tudom, kilógok a képből, jobbra-balra. Lehet. Szóval ezzel tölthetjük az egész szettet, a kamerát. Amihez, a hálózati töltéshez kapunk egy ilyen dugasz véget, és természetesen, ez sem kell, és természetesen egy kicsi akkumulátor magához, a kamerához. Tehát ennyi. Nézzük meg, hogy mi van a dobozban.